Sziasztok! A mai az egy nagyon személyes és érzékeny témát érintő videó lesz. Azok, akik már régebb óta követnek, valószínűleg tudják, hogy a kislányunk Lili lombik baba. Ezt már említettem itt-ott videóban, illetve blogbejegyzésekben is, de erről a témáról eddig olyan nagyon részletesen még nem beszéltem. Úgyhogy ebben a videóban igazából erről lesz szó. Írtatok is nekem ezzel a témával kapcsolatban néhány kérdést, úgyhogy igyekszem majd a válaszokat beleszőni a mondandómba. Ez a videó a Richter Ragaszkodj Hozzá kampány támogatásával készül. Ennek a kampánynak az idei témája a tudatos családtervezés, illetve a meddőség. Én ezúttal is nagyon szépen köszönöm az ő támogatásukat, és bízom benne, hogy sokakhoz eljut majd ez a videó, és hogy hasznos lesz. Kezdjük ott, hogy mi a férjemmel 13 éve vagyunk együtt, és nagyjából 7,5 éve vagyunk házasok. Amikor már úgy látszódott, hogy ez egy komoly és hosszú távú kapcsolat, akkor nyilván elkezdtünk beszélgetni a gyerekvállalásról, és gyakorlatilag már a kezdetektől biztosak voltunk abban, hogy mi 2 gyereket szeretnénk. Viszont amikor összeházasodtunk, akkor én 25 éves voltam, és akkor még nem szerettünk volna egyből babát. Mindenképpen egy picit várni akartunk még a babázással. Én egyébként nagyon fontosnak tartom a tudatos családtervezést, hogy az ember rákészüljön erre az egészre, mind testileg, mind lelkileg, vagy akár anyagilag is. Jó, hogyha van az embernek egy egzisztenciája. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó, hogyha folyamatosan tologatjuk és minél későbbre tesszük a gyerekvállalást, hiszen a testünk, a szervezetünk is öregszik, az idő előre haladtával máshogy működik, lassulnak bizonyos folyamatok, és ez bizony hatással lehet a gyerekvállalásra is. Úgy voltam vele, hogy nagyjából olyan 27 éves korom környékén szeretnék majd úgy aktívabban foglalkozni ezzel a témával, és amikor el is jött ez az időszak, akkor nagyjából olyan néhány hónapja próbálkozhattunk azzal, hogy ugye teherbe essek. És igazából néhány hónap az szerintem nem idő, én nem is gondoltam, hogy bármi probléma lenne. Kérdeztétek többen is, hogy mennyi idő után érdemes elmenni kivizsgálásra, hogyha nem jön össze a baba, és általában azt szokták mondani, hogyha egy év rendszeres nemi élet után sem sikerült teherbe esni, akkor mindenféleképpen érdemes szakemberhez fordulni, és utána járni annak, hogy mi lehet ennek az oka. Ugyanakkor azt látom, hogy a mai nők egyre türelmetlenebbek, és hogyha elhatározták, hogy szeretnének babát, akkor lehetőleg azonnal akarják, és sokan már 2 hónap sikertelen próbálkozás után orvoshoz szeretnének menni, hogy kivizsgáltassák magukat. Én nem feltétlenül sietném el ezt ennyire, szóval azért érdemes legalább egy pár hónapot megvárni, de hogyha valóban húzamosabb ideig nem sikerül teherbe esni, vagy teherbe estek, de elmegy a baba, akkor mindenféleképpen keressetek szakembert, mert remélhetőleg ki fog derülni, hogy mi az, ami miatt nem jön össze a baba, és remélhetőleg tudnak majd erre megoldást találni. Őszintén szólva, nekem meg sem fordult a fejemben az, hogy nekem valaha bármilyen problémám lesz majd a babavállalással. Én úgy gondoltam, hogy néhány hónap alatt simán teherbe esek, és igazából majd, hogy nem véletlenül derült ki az, hogy nekem van egy nőgyógyászati betegségem, aminek endometriózis a neve, és ez bizony a meddőségnek az egyik vezető oka hazánkban. Tisztán emlékszem rá, hogy amikor elmondták nekem, hogy endometriózisom van, én azt sem tudtam, hogy mi az, életemben nem hallottam még erről a betegségről, és amikor mentem hazafele a kórházból, a mobilomon rákerestem, és ahogy dobta ki a Google a találatokat, mindenhol ott volt az első sorban, hogy meddőséget okoz. Ugye akkor már babát szerettünk volna a férjemmel, és kiderült, hogy egy olyan betegségem van, ami meddőséget okozhat. Úgyhogy én teljesen összetörtem, és nagyon-nagyon magam alatt voltam hetekig, mert egyszerűen nem tudtam feldolgozni, hogy miért történik ilyen velem. Kerestem egy olyan nőgyógyászt, akinek szakterülete az endometriózis, és szerencsére nagyon-nagyon jó kezekbe kerültem. Viszonylag hamar meg is műtöttek. A műtét másnapján bejött hozzám az orvosom, elmondta, hogy 4-es stádiumú endometriózisom volt, ami a legsúlyosabb fokozat, és kérdezte, hogy mikor szeretnék babát. És hát én mondtam, hogy lehetőleg holnap, mert akkor már tényleg nagyon szerettünk volna babát a férjemmel.
És mondta, hogy jó, rendben, hát akkor most kapni fogok majd egy ilyen 6 hónapos injekciókúrát, és akkor utána lombik program. Na most itt ért a második sok, mert hogy én azt gondoltam, hogy engem megműtenek, és akkor utána szépen teherbe esek, és ennyi. Erre nem számítottam, hogy nekünk lombikoznunk kell, és borzasztóan megijedtem, valószínűleg amiatt is, hogy igazából fogalmam sem volt erről az egészről, hogy hogy megy egy ilyen lombik program, meg úgy egyáltalán, hogy mi vár rám. Tényleg nagyon megijedt. A lényeg, hogy a műtét után valóban 6 hónapon keresztül kaptam injekciókat, ez kvázi a műtétnek a kiegészítése volt. Ez a 6 hónapos várakozás, ez egyszerűen borzasztó volt. Én utálok várni, de tényleg, én egy nagyon türelmetlen ember vagyok, én mindent azonnal akarok, és ez a 6 hónapos gyakorlatilag semmit tevés, mert hogy közben nem próbálkozhattunk babával. Szóval ez egyszerűen borzasztó volt. Igazából ez alatt az idő alatt próbáltam lélekben felkészülni a lombik programra, meg arra, ami vár ránk, de ugyanakkor még mindig nem tudtam, hogy pontosan mi vár ránk. És rengeteget beszélgettünk a férjemmel, aki egyébként elképesztő, hogy mennyire segített engem lelkileg ebben a nehéz időszakban. Biztos vagyok benne, hogy neki is nehéz volt ez az időszak, még akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül osztotta meg velem, és ez valószínűleg amiatt volt, mert látta, hogy én mennyire el vagyok keseredve, és nem akart még mélyebbre vinni, úgymond a gödörben azzal, hogy ő is elkeseredik. Úgyhogy hihetetlen, hogy mennyi pozitív energiát kaptam tőle, és milyen sokat segített nekem. Ezt az időszakot egyébként arra is kihasználtam, hogy testileg is felkészüljek a lombik programra, illetve a baba várásra, mert hát bíztam benne, hogy sikerülni fog a lombik. Elkezdtem rendszeresen sportolni, egészségesen étkezni, tehát próbáltam minél inkább felkészíteni a testemet arra, hogy egészségesen essek majd teherbe, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember rákészüljön testileg is arra, hogy gyermeke lesz, elhagyja káros szenvedélyeit, sportoljon, egészségesen étkezzen. És aztán vége lett ennek a 6 hónapos injekciókúrának, és januárban kezdtünk el járni a lombikhoz kapcsolódó kivizsgálásokra. És emlékszem, hogy amikor legelőször mentem a lombikos központba a vérvételre, és beléptem a váróba, én teljesen ledöbbentem, hogy mennyien vártak ott. Engem teljesen lesokkolt, hogy ilyen sokan küzdenek ezzel a problémával. Ott ült egy csomó ember, akiknek valami miatt nem lett gyerekük, és ott várják úgymond a csodát. Na jó. Pedig elhatároztam, hogy nem fogok sírni. A kivizsgálások viszonylag hamar lezajlottak, viszont az fontos tudni, hogy ezek a vérvételek, meg ultrahangok, meg különböző vizsgálatok, ezek rengeteg időt vesznek igénybe, összehangolni munkahelyjel, meg összehangolni ugye az életeddel, és ez is egy plusz frusztrációt okozott egyébként bennem. A vizsgálatok során amúgy a férjemnél szerencsére minden tökéletesen rendben találtak, viszont nálam mindig volt valami apróság, úgyhogy így 3 hónapon keresztül mindig tolták a lombiknak a kezdési időpontját, mert nálam mindig volt valami, amit vagy gyógyszerrel kellett kezelni, vagy várni kellett egy ciklust, hogy felszívódjon valami kis ciszta, és ez valami elképesztően idegörlő. Szóval amikor úgy mész oda, hogy azt várod, hogy most azt fogják mondani, hogy végre elkezdhetjük a lombikot, és zöld utat adnak, és közben meg azt mondják, hogy sajnos most sem kezdhetjük el. Te igazából nem tudsz mit csinálni, csak vársz, és reménykedsz, hogy hatni fog az a gyógyszer, vagy felszívódik az a ciszta, és a következő hónapban végre tényleg elkezdheted. Amikor ebben a várakozós időszakban voltunk, mert nem kezdhettük még el a lombikot, akkor én minden egyes alkalommal, amikor várandós nőt láttam, én teljesen kiborultam. De ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk bevásároltunk a Tesco-ban, megláttam egy terhes nőt, és én ott helyben elkezdtem sopánkodni, hogy nem hiszem el, hogy rajtam kívül mindenki terhes, és mindenki a hasát simogatta, és én meg teljesen kivoltam, és a férjem mindig próbált nyugtatni, hogy jaj, ne csináljam már, hát remélhetőleg egy pár hónap múlva én is ugyanilyen szép pocakkal fogok majd sétálgatni. De hát akkor ez számomra tényleg egy ilyen hihetetlenül frusztráló dolog volt, mert kb. Mindenki terhes volt körülöttem, csak én nem.
És tudom, hogy azok, akik mondjuk már hosszabb ideje próbálnak teherbe esni, de nem sikerül nekik, azok átmennek ugyanezen a stádiumon, amin én is átmentem, és ez szerintem valahol tök normális. Egyébként, amikor végre elkezdhettük, az a születésnapom után néhány nappal volt, úgyhogy ennél csodálatosabb ajándékot nem is kaphattam. Megkaptam a recepteket az injekciókhoz, amiket ki kellett ugye váltani. Na most, az fontos tudni, hogy sokan azt hiszik, hogy ha valaki állami intézményben csinál lombik programot, akkor az ingyenes. Na most ez nem így van, mert hogy az injekciókat, meg a különböző gyógyszereket, azokat ki kell váltani, és ezek pénzbe kerülnek. Mi ugye néhány évvel ezelőtt lombikoztunk, és hogyha jól tudom, azóta már változott a lombik támogatása, és remélhetőleg olcsóbbak az injekciók, illetve a gyógyszerek, amiket be kell szerezni hozzá, de annó nekem volt olyan, hogy bementem a patikába, és ott hagytam 78 000 forintot az injekciókra. Úgyhogy amellett, hogy a lombik program borzasztó megterhelő lelkileg és testileg, anyagilag is az. Ugye amikor elkezdtük a lombik programot, akkor nagyjából két héten keresztül kellett különböző injekciókat adnom magamnak. Megkérdeztem a férjemet, hogy ő hajlandó-e beadni nekem ezeket az injekciókat, de azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné, mert nem akar nekem fájdalmat okozni, meg nem tudja, hogy amit csinál, az fáj-e nekem. Úgyhogy én beadtam magamnak ezeket az injekciókat, megmutatták, hogy hogyan kell, és hát az első alkalomnál eléggé remegett a kezem, és körülbelül 5 percig hezitáltam, amíg végre sikerült beadni, de aztán körülbelül a negyedik napon már annyira rutinszerűvé vált ez az egész, hogy gyakorlatilag fel sem tűnt. Szerencsére én nem nagyon érzékeltem nagyon durva mellékhatásokat, úgyhogy én testileg viszonylag jól viseltem ezt az egész lombik procedúrát. Engem sokkal inkább lelkileg viselt meg. Bár igazából, amikor már ott voltunk, hogy adtam ugye az injekciókat, meg tényleg ugye készültünk magára a petesejt leszívásra, akkor már úgy éreztem, hogy végre történik valami, és végre haladunk, szóval akkor már így nagyon fel voltam pörögve. A két hét alatt, amíg adtam magamnak az injekciókat, folyamatosan jártam ultrahangra, nézték, hogy hány tűző érik éppen meg, hogy hogy áll a dolog. És amikor eljött a leszívás napja, ugye akkor szívták le a tűzőket. Ha jól emlékszem, nekem 10-et sikerült leszívni, és meg volt adva, hogy mikor kell betelefonálnunk, hogy megmondják, hogy ebből hány terméken ült meg, illetve hogy mikor lesz a beültetés, és tisztán emlékszem rá, hogy egy vasárnap reggel kellett telefonálnunk, és itt ültünk a férjemmel teljes extázisban, hogy várjuk a jó hírt. Ami egyébként tényleg jó hír volt, mert hogy 6 petesejt termékenyült meg, úgyhogy amikor mentünk a beültetésre, akkor nagyon-nagyon boldogok voltunk mindketten. Oda már bejöhetett a férjem is, mert azt nem altatásban végezték. Nekem 2 megtermékenyült petesejtet ültettek végül vissza, és egyébként ez az egész beültetés, ez így nagyon jó hangulatban zajlott. Férjemmel ott beszélgettünk, meg viccelődtünk, közben a monitoron nézhettük a 2 kis megtermékenyült petesejtet, amit ugye visszaültettek, úgyhogy le is fotóztuk, meg szóval tényleg így próbáltunk minél pozitívabban hozzáállni ehhez az egész dologhoz. Utána megint jött egy várakozós időszak, mivel azt hiszem 2 hét múlva kellett mennem vérvételre, 2 darab vérvételre is, pár nap különbséggel, és ezután mondták meg, hogy sikeres volt a lombik program. Hát ez a 2 hét, ez nem volt egyszerű, ahogy mondtam, nem szeretek várni, de hát ez már azért egy ilyen kellemesebb várakozás volt. Kérdezte tőlem valaki, hogy a beültetés után csináltam-e valami extrát, vagy feküdtem-e végig, és nekem az orvosom nem is javasolta, hogy végig feküdjek, és több helyen is azt olvastam, hogy nem jó az, hogyha végig fekszik az ember. Nyilván próbáltam azért minél többet pihenni, de nagyokat sétáltam, ilyen vicces filmeket néztem, hogy tényleg minél többet nevessek, meg minél több pozitív energiát kapjak, illetve én esténként lefekvés előtt egy picit agykontrolloztam is. Próbáltam elképzelni azt, hogy ott van a méhemben ez a 2 megtermékenyített petesejt, és így nagyon erősen koncentráltam rájuk, és próbáltam elképzelni azt, ahogy beágyazódnak és ott megtapadnak, és ezt így gyakorlatilag minden este a
beültetés és az eredményhirdetés között ezt így elképzeltem, és egy pár percet így ezzel foglalkoztam. Ebben az időszakban nem sportoltam, viszont az egészséges étkezésre ugyanúgy odafigyeltem, rengeteget ittam, illetve próbáltam minél fehérjedúsabban táplálkozni. Két hét után kellett mennünk ugye az eredményhirdetésre, ahol is az orvos közölte velünk, hogy a vérvétel eredménye alapján a Lombik programunk sikeres volt, és hogy babát várok. El nem tudom mondani nektek, hogy milyen földön túli boldogságot éreztünk mindketten a férjemmel. Szóval így két méterrel a föld fölött lebegtünk hazafele mindketten. Nyilván próbáltunk pozitívan hozzáállni ez az egészhez, meg tényleg csak arra gondolni, hogy sikerülni fog, de őszintén szólva én tartottam attól, hogy ez így elsőre nem fog összejönni. Egy csomóan azt mondták, hogy az első az ritkán szokott sikerülni, de nekünk sikerült, és tényleg el nem tudom mondani, hogy mennyire hálás vagyok Istennek ezért, hogy ez ilyen hamar tényleg elsőre összejött nekünk, mert rengeteg, de rengeteg párról hallom, hogy már a többedik Lombik programmal próbálkoznak, és már évek óta nem jön össze nekik a baba, és megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy én hogy viseltem volna, hogyha nem jön össze elsőre. Nyilván az ember túllép rajta egy idő után, és ugyanúgy nekivág a másodiknak is, de hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy nekünk elsőre sikerült, és van egy gyönyörű kislányunk, illetve hát most már egy kisfiunk is, aki egyébként természetes úton fogant, tehát ő nem lombikos baba. Azt tudom javasolni azoknak, akik lombikra készülnek, hogy próbáljatok pozitívan hozzáállni, próbáljatok minden tőletek telhetőt megtenni annak érdekében, hogy sikerüljön a dolog, de ez sajnos nem kizárólag rajtunk múlik, és ezt el kell fogadnunk. Bíznunk kell az orvosokban, bíznunk kell a szerencsében, Istenben, nem tudom ki miben hisz, de muszáj pozitívan hozzáállni, muszáj előszedni a legutolsó kis pozitív energiákat, és azokból táplálkozni. Nagyon fontos szerintem, hogy a környezetet hogyan reagál erre az egészre. Tudom, hogy nagyon sokan titokban tartják azt, hogy lombikoznak, vannak, akik szégyellik, pedig szerintem semmi okuk nincsen erre, hiszen erről nem tehet az ember, ezt nem mi választjuk magunknak, ez sajnos valami miatt így alakult, és ezt kénytelenek vagyunk elfogadni, ugyanakkor tudom, hogy sokaknak a környezetében vannak olyan emberek, akik ezt elítélik, és én ezt egy borzasztó szomorú dolognak tartom. Épp elég teher az egy nőnek, hogy feldolgozza azt, hogy nem lehet természetes úton gyermeke, és hogyha még kap különböző helyről beszólásokat, vagy olvas esetleg olyan posztokat, ahol ezt az egészet valami negatív dologként tüntetik fel, és elítélik, azt egyszerűen én nem tudom megérteni. És igazából részben emiatt is csináltam ezt a videót, hogy egy picit nagyobb nyilvánosságot adjak ennek az egésznek, hogy beszéljek róla, hogy azok, akik nem tudják, hogy is néz ki egy ilyen Lombik program, azok is egy picit talán tájékozottabbak legyenek. Ennyi lett volna ez a mai videó, nagyon remélem, hogy volt, akinek hasznosak voltak az elhangzottak. Mindenféleképpen írjatok kommentet, mert nagyon-nagyon számítok ebben a témában a visszajelzéseitekre, bármilyen tekintetben. Ne haragudjatok, hogyha egy picit összefüggéstelen volt ez a videó, és ide-oda csapongtam, de próbáltam mindent elmondani ezzel az egésszel kapcsolatban. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!